végül is mögötte maradt. Ja, pont most mentem pár kört, aztán így. Lehet, hogyha még, mit tudom én, hamarabb elkezded, akkor még simán. Igen, maradt benne, mert a szektoridőkből meg lett volna 38 alatti. A doppergés, megy a sorsolás. Nem sok volt közöttek. Oké. Okay. Tudj, 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 tudj. Brands Hatch. Ez az ki. még csak nem is hallottam. Nekem is elég. És a GP pálya, igaz? A GP, ugye? Hát nincs meg írva semmi. Na, ennyi, megnézem, hogy mit... Brent Hatch, basszus, melyik lehet. Hát valószínű a GP, ugye az Indy az a túl rövid. Igen, mert külön van a Brands Hatch Indy, meg a Brands Hatch GP. Nézem a úgy többi bejegyzést, de nem látok más Brands Hatch-t. Igen. Ez a GP pálya. Jó, büntető súlyok be vannak állítva. Tényleg még az is van. Be van, és akkor a szervert indítom. Szilárdban nagyon face-to-face megyünk, mert csak nekünk kettőnek nincsen büntető súlyunk. Hát én ezzel veszekednék egy kicsit. Face-to-face-szel. Ja, jó. Én nagyon ráálltam Felva. Mostanában a kodra, úgyhogy nekem az jobban bejön. Megfekszik igen, is. Igen, azt látom, hogy folyamatosan toljátok. Te kod 2-t toljátok, vagy kod 4-et is toltok? Felváltva. De inkább a kod 2 van előtérben. Pisti, elindult a szerver. Igen, már lehet belépni. Na Zoli, felavathatod a kormányt. Fel is avatom előtt is. Közönség előtt is. Rájöttem, hogy mi volt nekem az alapvető problémám, hogy ezzel az újja, hogy a centering speed az nekem, az gyárira fel van, az gyáriba fel van 100%-on. Ugye, és így túl könnyen ment egyenesen. Uh-huh. Úgyhogy azt gyorsan levettem 6%-ra, és azóta jó. Hmm. Meg visszatettem, Szilárd, amit neked írtam, visszatettem azóta rendesen a fékre a féket. Vagy hogy mondjam. Aha. És a kis műanyag vagy gumipöcök is megvan? Azt nem tettem bele. Ez egyébként egy kicsit segített. Figyelj, alapvetően így is hatalmas élmény volt, hogy megnyomtam a pedált, és nem azzal kezdte az autó, hogy leblokkolt a faszomba, tehát hogy... tehát ég és föld, meg hogy be tudok menni úgy kanyarokat, hogy nem kell 6-szor rákormányoznom, hanem elég egyszer is. Mert most ez is nyomás érzékeny pedálodban? Lódszeles? Nem lódszeles, csak a... tehát ennek ilyen, rövid... keményítő gumi. Lenne hozzá, de azt nem tettem be. Csak eleve már az maga, hogy rövidebb úton jár. Ez még megszokást igényel amúgy, de ha megszokom, akkor érzése kurva jó lesz. Tehát ezzel sokkal hamarabb tudok teljes fékerőt adni, mint a másikkal tudtam, mert ott ugye mire elértem azt, hogy teljesen benyomom a pedált, addigra ugye már kukutyimba voltam, tehát hogy... De alapvetően szerintem jó lesz ez. Hát meg ugye sokkal csendesebb. Mondanám, hogy így gyakoroltam, de nem. Én ma Silverstone-ba gyakoroltam. Ugye olyan szép kis alaprajza van ennek a pályának, olyan egyszerűnek tűnik. Igen, aha. Mert gondolkoztam, hogy hány ilyen elcseszett kanyar van még ebben. Hát meg inkább az a baj, hogy ilyen dimbes dombos az egész. Amúgy igen. Tehát ott mi az igazi baj, hogy nincs hangom. Na, az játék, baj. Nincs hangja. Kapcsolj ki a monitort meg vissza, hogyha külön monitorom van. Wow. Ment fel az új Nvidia driver.
csinálja, hát, hogyha visszajön. Én nem, meg amúgy is Radeonon van. Vagy ja. AMD. AMD. Aha. Akkor meg lehet, hogy Windows frissítéssel van összefüggésben, de nekem is ez van mostanában, hogy de én soha nem kapcsolom ki, csak alvó állapotba teszem le, és aha. Mikor visszajön, akkor nem érzékeli a monitort néha, és ki kell kapcsolnom meg újból be, és akkor találja meg. Hú, a srác amúgy, akitől vettem a kormányt, ő PlaySeed-tel együtt árulta. De mondom, nem kell a PlaySeed-ben, nincs hova tenni. De amúgy kurva jó PlaySeed volt, tehát hogy így a kétféle üléspozíció volt benne. Lehetett dönteni, hogy Forma 1-es vagy GT autós. És a Forma 1-esbe konkrétan beleültem. Na mondom, ezért nem kell nekem ez a PlaySeed, egyrésztről már nem szántam rá ennyit, másrésztről meg már el lehet benne aludni, bazd meg, olyan kényelmes. Az igen. Mondta a srác, hogy ide adja a PlaySeed-et is, összecsukva 45 kiló. Mondom, jó. Hát az még, hát az újonnan az egy 200 ezeres PlaySeed. Jézus. Hát nem rossz. Hát mindent lehet ebben állítani, de mondom, nincs az az Isten. Hát én tényleg befekszek, az meg elalszok két futam között. Tehát, hogy amilyen kipihentek vagyunk mostanában, szerintem ez simán fennáll ez az opció. Tehát Hunor, hogy van? Hát most nagyon rosszul. Na, mi van? Hány lázas bődület szarul van most. De akkor hát ez a mély pont, tehát ugye akkor csak jobban tudom. Péntek este kezdte ezt az egészet, mert most így vacsora közben mondtam, hogy mondom, nem tudom mikor lesz, mert egy normál betegségnél egy nap szokott lenni, ami nagyon durva, de már ez három napja megy. És ugye péntek éjtökre kezdte, hogy még véletlenül sem tudjunk orvost felkeresni. Úgyhogy holnap orvossal kezdtünk. De ez is most ilyen nagy járvány, nem? Hát, tudja, hogy összeszedett valami, csak azt nem tudjuk, hogy hol, mert nagyon nem is mozdulunk ki. Nem tudom, mert Ádinnak csak az orra, hát orra folyt tegnap, hát nem, meg fájt torka is. Valószínűleg olyan slájmot felkölgött, hogy utána így megkönnyebbült az egész gyerek. De mi is három éjszakával előtte már nem aludtunk, tehát úgy konkrétan nem volt a gyereknek nagy baja. Csak egy éjszaka felkelt ilyen 8-10-szer. És mára meg olyan jól, valahogy úgy kialudta magát, hogy mára meg csak háromszor kelt fel és aludt reggel 9-ig. Jaj, ha egyszer valahogy én is kilencik. Hát... Nekem is úgy volt meg, hogy előtte 7-20-kor visszaálltottam. De amúgy igen zseniálisan jó érzés volt éjféltek 9-ig aludni. Ez a pálya tetszik nekem. Még igazából nem éreztem rá, hogy hogy kellene gyorsan menni, de így kocsikázgatni el lehet. Igen. Én már úgy... lassacskán. Nem minden... kanyar a barátom, de... olyan el vagyok rajta most. Nyilván majd mikor meglátom mindenkinek az idejét, majd akkor már azt mondom, hogy... tököm az egészbe bele. Nekem ez a legrosszabb féktáv, itt a második szektor vége előtt van egy jobb törés, az emelkedő. Ó, hogy a kurva anyám. Most figyeljétek meg. Na, első mért idő talán. Nekem még nem sikerült. Nekem se. És akkor Szilárdnak most vigyük a 100-as zsebit. Ez
tök más amúgy úgy menni egy kormánnyal versenyt, hogy nem minden kanyarba azt nézed, hogy meg fog a dögleni, vagy nem fog a dögleni a kormány. Hát igen, nem utolsó szempont. Ki előtt hülyéskedek amúgy? Én előttem, de én is hülyéskedek, mint a nyugi. Akkor jó. Nem, megint elbasztam ezt a kanyar. Sose azt néztem. Tartsd meg jó szokásodat meccs alatt is. Ja, és az a vicces, hogy a srác ugyanannyiért vette meg tőlem a kormány, mint amennyiért én 3 évvel ezelőtt vettem. Jó. Akkor ez... jó beszélgetés volt, igen. Ja, az teliben nullába kijött. Én most hasonló paraméterekkel adtam fel hirdetésbe a projektoromat. Kicsivel alatta, mint amennyiért vettem. De annyi hülye talált be. De mondom, most bealkudott az egyik srác 5000-re, de mondom, vigyed, csak ne írjon több hülye. Ezek szerint az én mentem az előbb szabadságra. Egy nálam az internet. Aha. Na, oda lett. Elment kapálni Anett. Az előbb kicsit. Lett volna egy 1.36.0 környéki időm, csak kurvára elbasztam az utolsó kanyar. És igen, mint látszik, megint auvizok. Ennek egyetlen oka van, hogy ezzel mentem délután. Igazából az a legjobb még ebben a formában, nem tudom azon kívül, hogy így azért, hogy ezzel stabilan érzem, hogy hol van az autó. Azt lehet, hogy hármasba is be kéne lehetne venni azt a kanyart. De. Ja, azt tuti bemegy hármasba, Szilárd, körülbelül láttam, hogy hol lehettek. Nice, nice. Én 3-asba jöttem mögötted, úgyhogy igen. Lehet, hogy mennyire volt jó, azt nem tudom, de lehet 3-asba. Már lengetik előttem a kék zászlót. Ja, ezt simán elmegy 3-asba. A visszafordítón kívül ezen a pályán nem kell 2-est kapcsolni szerintem, de lehet, én gondolom rosszul. Ez a rohadt hosszú nyújtott balos, ez soha nem sikerül. Nem, most azért elég jónak tűnt. Á, lassú volt. Lassú volt. De legalább még az időmet, szóval... Ez egyből, ami a célegyenes végén van, arra gondolsz? Nem, ami talán az első, vagy valamelyik mérési szektorum után van rögtön egy ilyen balos, talán az első után. Az a baj, hogy én ezt még megint dobolni se tudom, mikor ilyeneket kérdeztek, hogy melyik kanyarban volt az egyikben. Ja, tudom, hogy melyikről beszélsz. Ami visz rá a pálya hátsó részét. Igen. Jézusom. Nagyon a fűben megyek mindenhol. De Szilárd, látom, hogy találtál időt ezt közel. De csak azért, mert Csabi kergetett. Most már elment, most már ráérek. Szar időket venni. Tomás, te itt vagy? Itt vagyok, csak éppen a pillessel szerencsétlenkedek. Csak
nincs hang. Még mindig nincs hang. Nincs. Már eltávolítottam kétszer, egy ideig van, aztán ledobja. Dugva kábelen. Nem tudom. Bluetooth-os. Értem. De az enyém az úgy volt, hogy adtak kábelt is. Ez egy... Zé. Mi ez? Apple AirPod. Jaaa. Ez nincsen. És a monitornak nincs hangja, hogy akkor ott menjen? Nincs. Hát az lehet, csak azt mondom, nem akartam, hogy bekapcsolok egy külön hangfalat. És akkor a fülembe meg a laptopon vagytok. Hát üdv a világomban. Ez az egész PC gaming, ez undorító. Na, megpróbálom. Neked is a... Neked is a GT Edition van meg a T300-ösből? Aha. Akkor az, amelyik jó PS-hez is. Csak ugye, amit mondtam, hogy én már az a pedált kicseréltem. Ja. De attól szerintem a PS ugyanúgy érzik. Az ugyanaz. Nincs para. Nem mintha rengeteg PlayStation-em lenne itthon, csak... Én stabilan tudok lassan menni. Most ez lett az új szuper képességem. Menje! Az Isten állja meg ezt a kanyart. Az első kanyar volt, vagy 7-8-15 másodperc. Ez egy szar. Hát igen, hasonló véleményem vagyok. Visszafordítóst is úgy érzem, hogy túl lassan veszem. Ja, ott is van baj. Annak is érzem a ritmusát egyáltalán. Mondjuk nekem még mindig az izénél van leginkább baj. Majd mondok a második szektor vége előtti emelkedős jobb kanyarra, ott komolyan van baj. Télegyenesre ráfordított, azt 3-asba vagy 4-esbe veszitek? Én 3-asba. De mivel nem én vagyok a leggyorsabb, ezért valószínűleg nem én vagyok a követendő példa. Én most én is 3-asba, de nagyon gyorsan vissza kell kapcsolni 4-esbe. Jaja, én is így vagyok most velem. Thank you.
Én eddig ezt folyamatosan hármasba vettem, úgyhogy hol megvan, hogy hol dobtam el még egy pár másodpercet. Be kell jutnom megint azon a szinten belülre, hogy a büntető súlynak köszönhetően az egyenesben ne lehessen engem megelőzni. Annyi hátrányba be kell jussak. Itt a visszafordító után van az a balos törés. Azaz. Azért felváltatok negyedikbe, vagy nem váltatok fel negyedikbe? Nem tudom. Odaérek, megnézem. Én most sajnos így nem tudom belépni. Nekem ez legtöbbször így érzésre van meg, úgyhogy nem tudom sokszor, hogy melyik anyagom éppen hogy veszem. Magyar, azt tudom, hogy hármas, csak előttemben lehet, hogy csak az Audinak annyira szarabb fokozat kiosztása, hogy nem tudom eldönteni, hogy negyedik, vagy harmadikba tiltáson engedjem. Hát jó Isten, megáldjam ezt a kagyát is. Én most felváltottam negyedikben. És akkor a kanyarnál meg vissza a harmadikba? Aha. De nem tudom, hogy melyik a jobb igazából. Szerintem, ahogy kijön a kigyorsítása, visszafordít. Amúgy igen. Hogy jött a benya? Mit találtam ezen a pályán? Végre valami. Sarkat? Aha. Nem tudom, eddig ezt miért nem vettem észre. Mit találtam? Hát ilyen... Vannak ilyen füves sarok csúcspontok, amivel... Amit nem kell annyira nagyon félteni a levágásról. És jelentősen gyorsabban be lehet venni. A dimbes dombos részen? Ott a... Tél egyenes előtti kinyírt kanyar után. Aha. Na de, megy egy tankon. Mind logikailag, mind fizikailag. Norbi, te úgy mentél jobb időt, hogy rontották a 2/10-et az első szektorodon? Hát miért ne? Kegyetlen vagy. De mondjuk azt most nem... Ja. Aha. 29.998 és most meg 30.163. 30.163? A mostani körödnek az a legjobb első szektora. Én 30.145-öt látok, de... Nem baj. A részrúm néha érdekesen számol. Igen. Arra az egész töröljük le, ezt menjünk kadozni.
Hello, szia Levi! Ugye ez tök jó, hogy ez egy viszonylag gyors pálya, tehát hogy nem kell ilyen lassú visszafordítókkal meg ilyenekkel szenvedni, hanem úgy lendületből át lehet ereszteni, mondjuk pont emiatt nem sok előzési pont van szerintem. Mondjuk Norbi, arra nem sikerült rájönnöm, hogy a középső szektorban hol van az a 8-10, de egyszer megtalálom. Miért veszi el folyamatosan a kört, akkor itt büntetést is fog osztogatni. Az a jó, hogy minden inkább próbálok sietni, annál inkább büntet a pálya. Na, Norbit, nagyon boldog vagyok, hogy találtál még 5-10-et. Az a legrosszabb, hogy amikor azt hiszem, hogy már jól megyek, akkor kiderül, hogy kurvára nem.
az neked, de... Jó. Nyugodtan. Hallom. Igen. Szerintem még jobban kell a gázot. Kíváncsi vagyok, hogy a legjobb szektorom alapján mi lenne itt. Az első szektorom az nem olyan rossz. A második nagyon rossz, igen, itt a baj. Norbi, nem tudom, te mit csinálsz a középső szektorba, esküszöm. Az ott elég durva, igen. Tehát Pistinél gyorsabb vagy 6 tizeddel, úgyhogy ugyanaz is úgy jelent. Ugyanazzal az autóval. Nekem az utolsó szektor sem akar ezt tenni. Szerintem te még a célegyenes ráfordító kanyart nem sikerült megtalálni ideálisra. Az biztos. Jogatja. Hát azt negyedikbe szerintem, most már én is azt mondom. Na jó. Mi az most időmérő, ugye? Jó. Akkor nem kell annyi benyom. Én úgy hagytam, hogy végig tudjak menni. Úristen, de rossz az első szektor. Ezt eddig miért nem vetted el, haver? Tudod, Szilárd, hogy változnak a pályahatárok az időmérő, meg nem az ő között? Szarom, sőt. Hogyha az 1.36-os idővel sokra mennék, de...
Pisti, figyeled a különbséget. Úristen, micsoda! Egy ezred. Aha. Ja nem. Vagy de? De az előbb még egy... Csak Pisti javított, de az előbb egy ezred volt, igen, pontosan. Jézus. Akkor... Ilyen idő nem is létezik. Csabi, úgy hallom, te még szenvedsz az autóval. Én nagyon. Basszus, mi az Isten van ott abban a középső szektorban? Hát, ez az évszázad kérdése, Pisti, én is azt kérdeztem. Egyes is, hármas is jobb lett, de a középső 6-10 mínusz. Biztos, hogy ott abban a 2-3 kanyarban van. Abban a szektorban azon van. Ez jó megállapítás. Igen, mivel a szektor 3 kanyarból áll, azért van az a szektorban. Valószínűleg visszavált, hogy mindig olyan, hogy mindig egyre kevesebb fogadott a szintus, meg igen, de én meg rájöttem, hogy nekem viszont a célegyenes ráfordító is 3-as, mert tök más az Audi fokozat kiosztása, és negyedikben nagyon visszahajtja a fordulatot. Én nem értem, olyan helyen veszi el, ahol eddig nem, és így nem is tudok máshogy menni. Ezek szerint mégis muszáj. Jajó, ki kell találni valamit. Jó lenne egy kör, amit azért egyszer le is mér. Most miért? Ne vedd el, bazd meg az anyag! Most kezdődött el a híres neves dőlök a kormánnyal akció. Szilárd, jössz közelebb, az a jó hírem van. 21. Nekem van a legszebb idő, én tudok a legtöbbet javítani. Ez igaz. Csabi, úgy látom, sikerült a pittel. Hát próbáltam egy biztonságit menni. Ne, gyorsan. Cél legyen a sávforítóba elvett a kérdés. Hát ilyen nincs bazd meg.
Elvés ez a 10 perc. Hát most igazad, nekem is az volt. Igazad, hogy másfél perces alája. Most felnéztem, hogy hány perc, hogy belefér-e még egy kör, és elnéztem a kanyart. És ennyivel el is ment az a, ez a köröm is, meg az utána lévő is. Én most inkább kifújjam magam. Szilárd szép volt. Te még pályán vagy, nem? Már egy 30-nak van a kört, úgyhogy ki is léptem. Hát meg! Azt a miniméteres anyát. Nézzük. Már meg pont beérek. Ne, 15 ezred, bazen, nem hiszem el. Az nem a fájás. Az szép. Bejöttem 33.997-re. Fuck me. Mennyibe nyekel? De Norbi más ligában van most. A középső szektor miatt. De csak a középső szektor miatt, mert az első meg az utolsóba fogható. Igen. Mennyiben nyelvvel mentek? A szokásos 20 liter, 10, 9 egész valahány tized kör lesz. Nekem az 11-et ír. Igen, de hogy 9 egész valamennyi lesz a verseny. Tehát hogy 20 liter biztos elég. Igen. Ú, majdnem ráromítom az 1 literre. Oh! Az jó, hát milyen szépnek volna. Az bárki mondhassa. Az jó. Persze. Hogy... Meghűlt a kormányom. Hát el fogunk-e gorulni, az a kérdés. Na. Hol a lámpa? Megvan. Most beraktam. Sokáig várt a buzi. Majdnem kétszer elengedtem. Ja, persze. De hideg itt a gummantás. Igen. Belül vagyok. Oké. Okay. Szóltam. Az meg itt történnek a dolgok. Irányba állt mindenki a végén. De én csak azt láttam, hogy ketten is be csapódtak elém. Az jó azt, volt. Azt vagyok valakinek a bal oldalán. Én bal oldalán vagy. Tiszta dzsúvalgul. Jaj. Jövök balról. Látom. Sikerült beállítani a radart? Nem. Nem is próbálkoztam most velem. Nem nagyon voltam gép közelben, úgyhogy ki is tudjam próbálgatni, aztán így... A versenyre miért nem melegítik meg a gumijainkat amúgy? Hideg fej mellé hideg gumi jár. Ja. Úgy lesz magas a vérnyomás.
Van baj. Elkezdtem túlerőltetni. No, para, István megy mögötted. Tudom. Miért nem nyomom meg a féket rendesen? Bocsánat. Semmi baj. Bocsánat. Elnyomta a pedált is, olyat fékeztem pedig. Oh. Ah, de én miért megyek utána? Mondd már meg. Jaj. Majdnem engem is bevittetek. De ez nem az út. Igen. Csabi, pedig tök jó támpont voltál eddig, hogy kit kövessek.
És megyek össze-vissza siet, a pályán. Sietek vissza, de 5 másodpercet kellene dolgoznom. Na csak 4. Igen? Ez jó. Köszi. Cserép, vissza is adom a pozíciót, tessék. Jó, köszi. Ez most csak azért baj, mert így lemaradtunk Pistiről. Nem baj? A vadászat a lényeg. Norbi, minden rendben ott elől? Nem. Jézus Isten, bazdeg! Mi az az idő? Úgy könnyű, ha gyors vagy. Hát igen, ezt jól elröhögtem, faszom. Ez volt a taktikám, hogy ma féljenek. Baszom ebbe a rohadvány büntetésbe. Egyet kell értsek.
Elég lesz a benyom. Elég. Motorba biztos elég. Lesz egy krát kap. Még egy kör. Már majdnem elengedtem a gázpadát. Én el is basztam az első két talán gyorsan, ahogy mondhatom, ha hibázni, akkor bármi esélyem legyen. Hát jó van, most már csak begurulok. Mobi majd légy szíren egy körről tegyen már fel belsőt, hogy meglássuk, hogy hol voltunk balfaszok. Középső szektor, no, mert nem hiszem el. Szépen közelebb húzom a padát, mert elnyomkodtam a kipam alatt. Nézzük a leggyorsabb köröket. Két liter ez a magyag maradt. Na, igazából az első szektorom szar. A második még szarabb. Viszont a harmadikba valahogy én a leggyorsabb. Csabi, jó időt mentél. Ja, Csabi, jó időt jött. Elő többet voltam a pálya mellett, mint a pályán. Mond, Pisti. Na annyira most meg nem is voltam lemaradva. Nem. Csak ugye konzekvensen a fél másodperc 10 körön keresztül. De hát ez még az sem lenni annyi. Ja, de mondjuk az elején ugye... Az elején kalamajka volt. Az elején volt egy kis... Egy kis pittyputty. Várjál, minek mondják ezt az a... Az első pár kör az vicces volt, úgy hátulról nézve. A húc parádé, vagy mi mondják? Csetepaté. Bohúc fiesta. Azaz. Hát ez ha fegyvert fognak a fejemhez, sem mondtam volna.
ez szokott előjönni, amikor kodba így egymással szemben állunk, kifogy mindkettőnknek a történje, és utána próbáljuk puskatussal leütni a másikat, és akkor ez egy ilyen körtáncba illik le, mert egyikünk se találja a másikat, a harmadik meg kívülről nézi, hogy az Isten, ez a Bautz Fiesta, srácok, ott lelők mindkettőnket. Amúgy, ha lenne egy kis humor érzéke, megvárná, hogy ki nyer, és utána lősz. Van, is, van olyan is, amely közé vág egy gránátot. Szétszakítja a vitát, mi? Vagy hogy félbe szakítja a vitát? Szétpukkantja őket. Na, én indulok az első helyre. Új, meg a másodikról. Figyelj István, balra fogok kanyarodni az első kanyarnál, úgyhogy csak hogy lehet, hogy követni. Ott lesz baj. Kanyarba balra vagy? Miért mész balra, jobb kanyarba? Hát, ha megzavarom bele. Mert olyan, mint Villám McQueen. Olyan, mint Villám McQueen. Menj balra, hogy jobbra menj. Igen. Pontosan. Tényleg. Most milyen szép rendezett sor van. Igen, én már azóta nem merek oda bemenni előre. Ne! Azt a kurva! Szép volt. És én most mire kaptam büntetést? Arra, mire én ugyanott mentünk, szerintem. Mi az Isten? De belül egy kicsit túl szűk lett a kanyar, szerintem. Hát én nem vettem észre, hogy annyira szűk lett volna. Ja, nem, az elég egy kicsit rámegy a rázóra is, és nem büntetést ad. Micsoda? Micsoda? Hallod? Ez mi volt? Hát én felülvizsgáltuk, újraindítást azonnal, visszanézést, passz meg, ez... Azt a rohadt életbe. Áporulta. Szép két kerekezés volt. Én csak egy alvázat láttam a tükörbe. Igen. Igen. Csinált egy 360-as flippet. Ebből látszik, hogy gyorsabb voltam, mint mindenki más. Így. Húzva életbe. Hát.
Úristen, á, de meg vagy. Bünti! Pálya nagyon szereti ezeket a büntiket amúgy. Én nem tudom, nem elég büntetés az, hogy tiszta törmelék lesz a gumi az embernek? Ja, merjen még egy büntet adni. Merjen még egy büntet adni, ezután a borulás után Rage Quit-elek, az biztos. Ez búzi. Nagyon jó, kigyorsítani. Hát lassan, begyorsan ki. De nem látszik, hogy lassan megy be, és mégis. Hát, igen. Te másodpercekig engedem el, azt alig számlál vissza az a szal. Ugye? Hmm.
Ezt jól megfogtad. Felvinnél ezt a büntetősúlyt, vagy? Ja, jó pályára ütötted ki, Zoli, a büntetősúlyt. Robi, te gyomláltál? Ha? Kicsit szétnéztem mi újságot. Gyorsan összekapartod, akkor nem sokat vesztettél. Én is ott voltam. Tudom, figyeltem is rád, hogy ne menjek szélre. Az előző két köröm, de szétesett. Most azt nézd. Nem lát. Kurva életben. Mi történt? Nem tudom. Kifogyott az üzemanyagot? Nem. Utolért a Fanatec DD betegség. Vagyis? Egy párszor előfordult már, és olvastam, hogy előfordul ilyen. Egyszer hiába nyomom a gáz, csak mint hogyha elment volna a hajtás. Ja. Versenyen még nem fordult elő. Megint sikerült majdnem két kerékre állítani. A driverek frissek? Aha. Igen, mindig frissek.
Kisti, ez az utolsó körünket inkább felejtsük el. Micsoda? Az utolsó körünket inkább felejtsük el. Te is kicsúsztál? Hát vagy négy. Hát én folyamatosan porfelhőbe mentem. Úgy sajnáltam, mert azt az egy kamiont rontottam el. És akkor mentetek el mellettem hárman. Hát ez a második verseny, ez nagyon rossz. Hát ez a pálya az kemény. Nagyon. Nem jött be annyira. Úgy alapból nem rossz a vonalvezetése neki, de valahogy nem éreztem. De amúgy nem volt rossz a verseny, mert elég szoros volt. Jó volt egyébként. Ugye nekem először volt büntetős súlyom, aztán lehet, hogy az is szokatlan. Aha. Ez kifejezetten Empire-hol számít, tehát azért elég sok egyenes van benne. Jaj. Az első szektorban 5 tizedet javultam, a másodikban 7. Azt kell mondjam, hogy egyébként nekem is tetszett. Viszont de a leaderboard elsőségre nem jelentkezek. Zoli, te hanyadik lettél az elsőben, meg a másodikban? Az elsőben negyedik, a másodikban harmadik. Szilárd? Hát ez szokásos. Ja nem. Na az elsőben ötödik, másodikban hatodik. Ha hatan voltunk. Igen. Így volt, igen. Jó, Csaba, akkor hatodik meg ötödik. Így van. Zsoltiék voltak. Na, én még megyek kodozni, hát ha megy még a parti, úgyhogy mindenkinek kellemes mindenséget. Köszi a játékot, sziasztok! Sziasztok! Tamás! Na, ennyi volt a móka mára. Megyünk kodozni, azt nem közvetítjük, úgyhogy pápuszi. Szavaztok!